Köszöntöm a Zsolca televízió nézőit. Adásunkat a UPC Felső Zsolca és Angai kábelhálózatán követhetik nyomon. A Közelkép című magazin műsorunkban tudósítást láthatnak a 2009-2010-es tanévnyitó ünnepségről, megemlékezünk a váratlanul elhunyt Juhász Attiláról, és jelentkezik a Kaleidoszkóp és az Innovatív című műsorunk is. Tartsanak velünk! Szeptember 1-én elkezdődött a tanítás az AMK általános magyar-angol két tanítási nyelvű iskolája és szakmai szolgáltatójában. Az augusztus 31-i tanévnyitó ünnepségen 63 elsőosztályos tanuló lépte át először az iskola kapuját. 6 évesek lettünk, szép kor ez mi nálunk, megszoktuk, hogy semmi gondunk, játszunk, szaladgálunk. De most végre itt az idő, bizonyítsunk rajta, beülhetünk mi is holnap az iskolapadba. És valóban beültek, a héten már megkezdődött a tanítás. Az augusztus 31-i tanévnyitó ünnepségen a város polgármestere, az általános művelődési központ vezetése és az intézményegység vezetők, valamint az egyházak képviselői is megjelentek. Szeptember 1-én 63 első osztályos tanuló lépte át először a zsolcai iskola kapuját. A 2009-2010-es tanévben a legkisebbek 3 osztályban kezdték meg tanulmányaikat. 63 elsős osztályos tanulónk iratkozott be az iskolánkba, 3 osztályban oszlik meg majd ez a létszám. Egy tagozatos osztály, ahol vegyesen vannak emelt szintű informatika osztályba járó gyerekek, illetve csoportba járó gyerekek, illetve magyar-angol két tanítási nyelvű oktatási formára is az első A osztályban kerültek elhelyezésre a jelentkezett gyerekek. Egy kicsit örömmel tölt el, hogy nem csökken a gyereklétszámunk, hanem inkább egy kicsit gyarapszik. Ez remélem, hogy azt is mutatja, hogy igyekszünk minden lehető módot megragadni arra, hogy a szülők igényeinek megfelelően megpróbáljuk elhelyezni a gyereket, illetve biztosítani a megfelelő oktatási formát a gyerekek számára. A szülők a héten még elkísérhetik gyermekeiket az iskolába, a tankönyvek nagy részét is az első napokban kapják készhez a diákok. Majdnem, hogy hagyomány az, hogy különösen az első osztályosokat elkísérik a bejáratig a szülők. Az a kérésem a kedves szülők felé, hogy az osztálytermekbe ne menjenek fel a gyerekekkel, mert ez is egy picit talán, mint a óvodához szoktatás, egy picit nehezíti az elválást a szülőtől. A tanítási idő befejezése után pedig ugyancsak itt az iskola előtt várhatják a gyermeküket, és kísérhetik haza. Működik már a konyha is, a szülők kérhetik az étkeztetést, az iskola pedig azt kéri, időben jelezzék, ha a betegség vagy mások miatt a gyermek nem fogja azt igénybe venni. Gyakran elfelejtik a szülők, hogy nem csak jelentkezni kell az étkezésre, hanem hogyha esetleg beteg a gyerek, akkor le is kell mondani az étkezést, különben ugyanúgy a térítési díjat fizetni kénytelenek, vagy akár ha ingyenesre jogosultak, akkor is az adagokat elkészítik, és akkor ez csak pazarlás. Kérném szépen, hogyha ilyen probléma van, akkor bátran keresik az iskolát, és jelezik az étkezésnek az igényét, illetve a szüneteltetés tényét. Elhunyt Juhász Attila. Városunk közösségi munkáért kitüntetettje, újságíró, amatőr csillagász, 2 gyermekes édesapa. Juhász Attilát a város saját halottjának tekinti. A Zsolca TV munkatársai, mint kollégától és baráttól búcsúznak most egy vele készült tavaly nyári interjúval. Fiatalkori kalandozások Erdélyben, a megélt magyar történelem a Székelyföldön. Áldások egy életre és a csíksomjói búcsú élménye. Székelykapu épül Felső Zsolcán, mert ami szép, az lehet még szebb. Mikor jártál legelőször Erdélyben? Ó, jó kérdés. Azt hiszem, amikor Bulgáriába mentünk. 75 vonattal mentem. Elindultam egy vonatkosaras hátizsákkal. Egyedül majd lesz valahogy. Kalandvágy? Kalandvágy. Felültem, váltottam jegyet, nem volt senki ismerős. Szolnoknál már kupéba ültem lengyelekkel, és velük ott voltam 3 hetet. Úgyhogy ez 74-75-ben volt. Hát amikor ott is töltöttem több időt, az 80-as években volt a bátyámékkal. Akkor mentünk egy körutat. Az egy olyan 5 nap volt. Elég sokszor voltam, úgyhogy már nehéz össze rakni, hogy mikor volt először. Sokszor voltam, szeretek oda járni. Legutóbb? Legutóbb
két éve voltunk a Bohócson. Úgyhogy az szép élmény volt. Érdemes Csíksomjóra elmenni feltöltődni. Tehát én már sokszor mondtam, hogy nem adnék senkinek addig érettségit. Úgy általában nem csak történelemről, aki még nem járt Erdélybe, az nem tud a magyar történelemről szinte semmit. De ott szinte él a történelem. Hát az emberekben. Tehát nekem az volt a legfurcsább, hogy magyarok voltunk, és aztán találkoztunk magyarokkal. Tényleg, akik tartották a magyarságot, nem malomkeréknyikok Erdával, meg egyéb szimbólumokkal, hanem a természetükből, a napi életükből fakadóan magyarok voltak. Felsőzsolcai nyikómalomfalvai kapcsolat az hozzád is kötődik. Hát Kunnéver a révén, tehát ugye Attilával mi jó barátok, szinte szomszédok vagyunk, úgyhogy amikor ők kint jártak, akkor beszéltünk, mesélt róla, úgyhogy szinte az elejétől tudom, még hogyha az első alkalommal nem is voltam ott, amikor ők kimentek, tehát a zsolcaiak kimentek, akkor én nem tudtam valami miatt elmenni, de örültem neki, hogy van egy ilyen kapcsolat. De vannak barátaid ott? Ó, szinte mindenki. Azt a zárvíz után elmondtam, hogy annyi áldást életemben nem kaptam, mint amikor ott voltam, és az Isten áldja meg, mindenhol az volt, úgyhogy a fizetséget megkaptam rendesen, egy életre. Most pedig készül egy Székelykapu ide Felsőzsolcára is. Hát ez is szerencse. Tényleg vannak az életben szerencsés dolgok. A trianoni emlékmű elkészítésekor Berzsé téréről is kaptunk egy fát, csak mivel akkor volt az a tátrai vihar, ami azt a nagy károkat okozta, akkor nem tudták elhozni ezt a fát, csak valamikor augusztus végén, szeptemberben, de akkor már a másik meg volt, úgyhogy amikor megkaptuk, azt tanácsolták, hogy vágjuk hosszába keresztbe, és így lett 4 darab 4 méteres, 38 centi széles, 18 centi vastag tölgyoszlop, ami szinte kiabált azért, hogy ebben egy székelykaput faragjon valaki. Ez hol volt idáig? A Gamesz a régi gázcseretelepen volt bezárva, jó száraz hely, talán kicsit túlszáraz is, bár a papjenő barátunk szerint az nem baj, ha szárad a fa. Hát ők tudják, ők fogják faragni, de ez még kell nagyon sok tölgyfa, fenyőfa is. Valaki meglepődött most a napokban, hogy fenyőfa miért kell a Székelykapuba. Hát érdekes elnevezésű részei vannak a Székelykapunak, én most nem akarom mondani, de a belső részek, tehát tartóváznak, ennek-annak kell fenyőfa is. Tehát épp ma sikerült ilyen őt elérnem, úgyhogy ha minden jól megy, ők augusztus elején itt vannak, és ha szándék és akarat is megvan, akkor augusztus 20-án fel tudjuk állítani, fel is tudjuk avatni 20-án, tehát azt hiszem, hogy két hét alatt készen a kapu? Azt mondta, igen, mondom, de még azt fel kell állítani, hát az megvan egy nap alatt, tehát ők csinálták, bizakodók, ők tudják, amikor én mondtam neki, hogy Jenő, hát eljönnél egy hétre, megfaragnád, azt mondta, hogy jó, akkor két hétre elmegyünk hárman. Úgyhogy a bátyjával és valamelyik fiával vagy két fiával fognak jönni, családi vállalkozásban megfaragják nekünk ezt a székelykaput, aminek a fotóit, azt már átküldtem neked, tehát meg nagyon sokaknak, úgyhogy előre láthatják, ugyanaz egy szövegében nyilván eltérő lesz, de arányaiban, méretében, talán díszítésében is, bár két székelykapu nincs egyforma, de én azt hiszem, hogy ebből látható, hogy milyen lesz az, amit itt 20-án szeretnénk majd felavatni. Épp azt akartam mondani, hogy nincs két egyforma székelykapu. Ezen milyen motívumok lesznek, mit fog üzenni? Az a fotón szereplő, az ugye egy magánháznak a bejáratát fogja díszíteni, ugye nyílókkal. Itt a Kegyeleti Park bejáratánál nem kellenek nyílók, szárnyak, kiskapura, nagykapura. Meg nyilván a motívumok is valószínűleg a két testvértelepülés kapcsolatát fogja. De hát ezt nem is mondták, nem is kérdeztem, nyilván ez majd a lelkükből, meg a kezük alól fog kiszállni, az a motívum. Ilyen ő egyébként a nyikómalomfalvai tanító. Így van, a tanítóbácsi, tehát lehet, hogy úgy, hogy ilyen ő úgy kevesen ismerik, de tanítóbácsiról mindenki tudja, hogy ki az, ő az iskola igazgatója. Ők tanítanak a feleségével alsó tagozatban. Miért fontos az, hogy Felsőzsolcának legyen egy székelykapuja? Hát ez azért fontos, mint a hegymásznónak a hegy, mert ott van, meg kell más, itt nincsen, legyen. Tehát amellett, hogy maga, mint műalkotás nagyon szép, én úgy gondolom, hogy a Kegyeleti Park, ami nagyon szépen sikerült kialakítani, annak a
bejáratát fogja ezt kihangsúlyozni. Tehát még, ami szép, azt még lehet szebbé tenni. A másik az, hogy pont jól jön, ha az a Hősök teréről átvezető kis sétány, vagy hogy Rudolf Mesi mondja, Jakó Dorgó, ez tetszik nekem, mert ízes magyar szó, és tényleg arra való, amit a sétány nem fejez ki, hogy az ember ott elbuklászik. Tehát kis időtöltés, gondolatébresztőnek jó, padokon leülve, sétálva. Tehát ennek a keleti végével szemben lesz, úgyhogy annak a lezárásaként a bejáratnak, a magának a parknak a hangsúlyozása, tehát egy ilyen székelykapu szerintem emelni fogja az egész területnek a látványát, a székességét. Önök még mindig a Zsolca televízió adását látják, de ez itt már a Kaleidoszkóp. Benne pedig az ország és a világ érdekességeit bemutató kisfilmekkel. Eheti adásunkból megismerhetik az aligátorok életét, a mérges gombákat, és ajánlunk egy finom cseresznyés menüt is. Megismerhetik a nagybányai festő és grafikus művész Szűnyi István munkásságát is. Tartsanak velünk! A krokodilok és az aligátorok a mai állatvilág legősibb képviselői közé tartoznak. Korábban alakultak ki, mint a dinoszauruszok. Amióta megjelentek a Földön, küllemük alig változott. Mintegy 20 jelenkori fajuk között találjuk még a legnagyobb mai élőhüllőt. Az emberek számára az aligátor egy alattomos és veszedelmes ragadozót jelent. Ám ahhoz, hogy ne irtózzunk annyira ezektől a nagy ragadozóktól, jobban meg kell ismernünk őket. Vegyük szemügyre most közelebbről a vizek sárkányait. Az aligátor tökéletesen alkalmazkodott a vízi életmódhoz. Volt ideje erre, hiszen őseinek testalkata 200 millió évvel ezelőtt alakult ki, és azóta többé-kevésbé változatlan. A krokodilok családjához tartozó, főként Amerikában és Kínában élő aligátor farka lapított, ami segíti az úszásban. Szemei és orrnyílása feje tetején helyezkedik el, így könnyen tud tájékozódni anélkül, hogy kiemelné fejét a vízből. Úszóhártyás lábain éles karmok sorakoznak, amelyekkel szükség esetén nagyon gyorsan képesek szaladni. Ám többnyire mozdulatlanul fekszenek a parton vagy a vízben. De vajon tényleg ilyen lusták, vagy a látszat csal? Kevés mozgás, ez tökéletesen megfelel az ő anyagcseréjüknek, hiszen ők változó testhőmérsékleti állatok, nem melegvériak, mint mondjuk az emlősök vagy a madarak, és ez az álcázást is szolgálja. Krokodilok nagyon sok esetben úgy vadásznak, hogy szinte észrevétlenül fatuskolnak álcázva magukat, közel férkőznek a zsákmányhoz, mondjuk egy vízparton iszogató patáshoz, és aztán berántják a vízbe. Mozdulatlansága ezért nagyon is észszerűnek tűnik. Így az aligátor a hozzá hasonló méretű állatokhoz viszonyítva hosszabb időn keresztül képes nagyon kevés élelemmel beírni. Még a fogságban tartott állatok is általában csak hetente egyszer esznek, és ilyenkor sem túl sokat. Bár nem alszanak téli álmot, a nappalok rövidülése számukra is pihenőt jelent. Ilyenkor még a megszokottnál is kevésbé aktívak. Olyan energiatakarékosan élnek, hogy még a heti egyszeri étkezés ellenére is képesek hízni. Látni rajtuk, hogy azért ezek nagyon jó kondícióban lévő állatok, mondhatni azt is, hogy kicsit elhízottak alkalmanként. Ezt nyilvánvaló, hogy a takarmány korrigálása, változtatásával azért próbáljuk őket sportos kondícióban tartani. Hogy közelebbről is megfigyelhessük viselkedésüket, bemerészkedtünk az aligátorok közé. Kétes hírnevüket meghazudtolva azonban láthatóan egykedvűen fogadták a betolakodókat. Ám jobbnak láttuk megtartani a két lépés távolságot, így csak egy rúdra szerelt kamerával filmeztük őket. Ha túl közel merészkedünk hozzájuk, előfordul, hogy nagyon gyorsan reagálnak, és ilyenkor nem könnyű az útjukból kitérni. Az aligátorok, illetve az összes krokodilféle nem tudnak rágni, éppen ezért darabokat szakítanak ki a nagytestű zsákmányból. Ez úgy történik, hogy a saját testük körül elkezdenek így pörögni, és ugye a csavaró hatás miatt elszakadva. Most ilyenkor gyakorlatilag minden létre, egy csomtörésről kezdve, hát az egész
végtag le tud szakadni. Ha az aligátor megmozdul, akkor azt hirtelen teszi. Látják? Alig egy másodperc alatt megfordult az állat. Nézzük meg lassítva. A mozgás így is gyorsnak tűnik. Mindez bizonyítja, hogy az aligátor elől nehéz elmenekülni. Nézzék csak, ilyen hibátlan fogsorral találná szembe magát a riporter, ha nem lenne elég óvatos. Ám ha nem szorítják sarokba az állatot, akkor akár néhány centiméter távolságból is lehet őket filmezni egy ilyen kis kamerával. Lustaságukat jelzi, hogy még a körülöttük úszkáló kövér halak sem csigázzák fel az érdeklődésüket. A szabadban azonban akadnak olyan példányok, akik nem kímélik energiájukat, és minden erejüket latba vetik, ha rákényszerítik őket a támadásra. Ilyenkor villámgyorsan törnek előre. Egy kifejlett krokodilnak vagy aligátornak tulajdonképpen nincs ellensége, ha csak nem találkozik össze az emberrel. Most azonban egy kis ijedelmen kívül nem esik bántódása az állatnak, csak egy biztonságosabb területre próbálják áttelepíteni a szakemberek. Azért van erre szükség, mert e hüllők csoportjának többsége veszélybe került az ember terjeszkedése és a vadászat miatt. E zord kinézetű hüllők szívében azonban több melegség rejlik, mint azt gondolnánk. Nagyon jó szülőnek bizonyulnak, és a tojásrakás után gondosan őrzik fészküket. És hogy mi történik ezután? Segít neki kibújni még a tojásból is, tehát valamennyire megroppantja a tojást a szájában. Ugye egy erős állkapcsa van, de ilyenkor hihetetlenül gyengéd a nőstény. És hát miután az egész fészekaljat összegyűjtötte, akkor szépen, mint egy busz lefuvarozza őket a vízhez, és akkor ilyenkor még egy darabig a nősténnyel maradnak a kicsik. Szükségük is van erre a védelemre, hiszen sok veszély fenyegeti a kicsiket. Madarak és nagyobb halak is vadásznak rájuk. Még felnőtt testvéreik, a kifejlett aligátorok is szívesen fogyasztják az elővigyázatlan kicsinyeket. Ám ha sikeresen elkerülik a veszélyeket az apróságok, és túlélik első éveiket, már sokkal nagyobb biztonságban élhetnek. Azt mondják, hogy egy ember öltött azért bőven elélnek, tehát ilyen 80-100 évet valószínűleg, hogy elélnek. Az idősebb aligátorok vénségükre hozzászoknak a mesterséges környezetükhöz. Ápolójukat megismerik, és sokszor csak tőle fogadnak el táplálékot. Még a jól bevált napi rendet is képesek megjegyezni, és unott belenyugvással veszik tudomásul, hogy a szokásos takarítás következik. Be kell menni hozzájuk olyankor, hát nyilvánvaló egy bot van nálam, egy ilyen seprűnyél, és akkor ezzel a megfelelő távolságot lehet velük tartani. Általában tudják, amikor takarítás van, akkor főleg a medence takarítás, akkor elkezdem leengedni a medencét, akkor ők kijönnek a partra, szépen lefekszenek a sarokba, és hát hagynak minket békén. Azonban előfordul az is, hogy a vízbe kell bemenniük. Ilyenkor tehát elég egy bot és egy kis paspolgatás. A hüllő pedig ugyan kissé morcosan, de jó kutya módjára lassan beballag a vízbe. Ezért aztán, ha legközelebb egy medence partján fekvő aligátort látnak, ne higgyék, hogy biztos csak egy gumikrokodil, hiszen ezek az állatok nagyon is megfontoltan nem csinálnak semmit. A Kaleidoszkóp visszatérő vendége Farkas Elemér, gasztronómiai menükreátor, aki időről időre valami különlegességet ajánl az asztalokra. Nézzük, mit ajánl a mester ezen a héten. Farkas Elemér, gasztronómiai menükreátor, szenvedélyesen szereti a különleges ízeket. Az ötfogásos vacsora főszereplője a cseresznye. Lássuk, mi készül a friss gyümölcsből. Üdvözlöm a kedves nézőnket, a mai menü minden friss cseresznyével és cseresznyepálinkával fog készülni. Az első fogásunk egy friss cseresznye koktél lesz, főzzenek velem! Egy mixerben frissen készítjük, két személy részére körülbelül kimagozott cseresznyét, egy olyan 250-300 g-ot helyezünk. Apróra vágott chili paprikát adunk hozzá. Ettől igazán pikáns íze lesz. Turmixgépben pépesítjük.
A chili paprikával összezúzott cseresznyét sékerbe öntjük, jeget adunk hozzá, majd jó magyar cseresznyepálinkával meglocsoljuk. Összerázzuk, és koktélos pohárba töltjük. Íme! Hozzávalók a cseresznye koktélhoz. Friss cseresznye, jégkocka, cseresznyepálinka és egy chili paprika. A következő fogásunk cseresznyével töltött sonkasaláta lesz. A frissen mosott zöldségeket előkészítjük, madársaláta, piros és zöld paprika, vékony szeletekre vágott retek, újhagyma, uborka és cukini és jégsaláta. A hozzávalókat egy tálban összekeverjük. Minden zöldségből körülbelül ugyanannyit használjunk, hogy az ízek harmóniában legyenek. Majd locsoljuk meg extra szűz olívaolajjal, és öntsünk rá finom balzsamecetet. Így az ízek még jobban összeérnek, és nem lesz száraz a salátánk. Még egy kis finom akácmézet adunk hozzá, és alaposan összekeverjük. Ízlés szerint sóval ízesítjük, és kész a finom, friss saláta. Ezután elkészítjük a cseresznyével töltött sonkát. Nagyon egyszerű. Fogjuk a pármai sonkát, és tölcsér alakban beletekerjük a cseresznyét. A tölcséreket a salátára helyezzük. Meghintjük sült hagymával, és végül díszíthetjük borzos petrezselyemmel. Frissen, hidegen tálaljuk. Hozzávalók a cseresznyével töltött sonkasalátához. Friss cseresznye, madársaláta, piros és zöld paprika, retek, újhagyma, cukkini, uborka, jégsaláta, olívaolaj, balzsamecet, sült hagyma és pármai sonka. Következő fogásunk friss cseresznyéből készült cseresznye krémlevest készítünk. Bekapcsoljuk az indikációs tűzhelyünket, és olyan 150 fokon egy kis vizet elkezdünk forralni. A kimagozott cseresznyét a fazékba tesszük, felfőzzük, és a tűzről levéve hagyjuk kihűlni. Én ajánlom, hogy a tűzről levéve egy 15 perc után most fűszerezzük be, mert még illatosabb, még finom lesz, és behabarjuk. Friss citromhéjat reszelünk bele, majd állandó kevergetés mellett 2 deci tejjel és 1 deciliter tejszínnel behabarjuk. Vaníliás cukorral ízesítjük. Elkészülten frissen vagy hidegen tálaljuk. Jó étvágyat kívánok! Hozzávalók a cseresznyekrémleveshez. 4 kg cseresznye, 2 deciliter hideg víz, 2 deciliter tej, 1 deciliter tejszín, vaníliás cukor. Következő fogásunk szűzérme lesz békön szalonnába tekerve. Elkészítési mód, 2 tonyi vastag szeleteket vágunk a frissen vásárolt szűzpecsenyéből, majd betekerjük békönszalonnába, és fogvályó segítségével rászúrjuk körbe, himalájai őssóval, citromborssal és egy kis olivával fűszerezzük, és sütőbe helyezzük, lefóliázzuk, 30-35 percig fólia alatt pohárra gőzölve sütjük, majd a fóliát levéve grill fokozatra állítjuk a sütőnket, és 5-10 percig pirosra sütjük. A szűzpecsenyéhez elkészítjük a cseresznyés császárszalonnás friss zöldségekkel készült ragunkat.
finom, vékony karikára vágott póréhagymát szárával együtt megpirítunk. Amikor elkezd puhulni, apró kockára vágott császárszalonnát adunk hozzá, és összesütjük. Hozzátesszük a csíkokra vágott piros és zöld paprikát, a julienre szeletelt cukkinit és uborkát, majd folyamatos kevergetés mellett finomra sütjük. Ragunk kezd szépen összepirulni, és most következik a fűszerezése. Fehér borsot adunk hozzá, citromborsot, himalájai őssóval finomít, ízesítjük. Egy csokor petrezselymet felaprítunk, és a ragúhoz adjuk. Jól összeforgatjuk, és jöhet hozzá a magozott cseresznye. A cseresznyének nem kell sok idő, hamar megpuhul. 2-3 perc kevergetés után kész a ragú. A ragút két burgonyalángos közé tesszük majd. Hipermarketekben lehet kapni mirelit formában, de elkészíthetjük mi magunk is. Olívaolajon, serpenyőben vagy vaslapon pirosra sütjük. Sütés közben időnként megfordítjuk a burgonyalángosokat, addig, míg mindkét fele piros, ropogós nem lesz. A főételünk minden részlete elkészült, és most következik a tálalás. A finom szűz pecsenyéket tányérra helyezzük, majd a szép pirosra sült burgonyalángost mellé tesszük. Az elkészült cseresznyés raguból 2-3 kanálnyit ráhalmozunk. Majd, mint egy kis kalapot, a tetejére még egy burgonyalángost teszünk. Koktélparadicsommal és petrezselyemmel díszítjük. És hogy még izgalmasabb legyen, vegyes dekorfűszerrel meghintjük. Ugye milyen incsiklandó? Hozzávalók a békönszalonnába tekert szűzérméhez burgonyalángosba töltött cseresznyés ragúval. Friss szűzérme, békönszalonna, himalájai őssó, citrombors, fehérbors, póréhagyma, császárszalonna, piros és zöld paprika, cukkini, uborka, petrezselyem, friss magozott cseresznye. Most elkészítjük a csokoládés marcipános kvartett desszertünket cseresznyéből. Hozzávalók, vásárolunk magas kakaótartalmú ércsokoládét, tejcsokoládét és fehér csokoládét, és egy ilyen csokoládé fondűben fölolvasszuk. Egy alap marcipánt vásárolunk, aminek legalább 56%-a a mandula, és ez egy ilyen rút formában kapható. Ezt szépen felszeleteljük, körülbelül egy ilyen másfél ónyi szeletekre vágjuk. A nyújtó deszkánkat cukorral leszórjuk, majd a közepére helyezzük a nyújtófának a marcipánt, tetejét is jól megszórjuk porcukorral, és nyújtófa segítségével szépen kinyújtjuk. Egy jénai edény tetejével kiváljunk egy nagy karikát a tésztából, és pohárral egy kisebbet is. A pálinkába áztatott cseresznyét a nagy kör közepébe tesszük, kis kosárkát formázunk belőle, és a kisebb korongra helyezzük. Amíg a csokoládés cseresznyék készülnek, ezt félretesszük. Most elkészítjük a csokoládés cseresznyéket. Az étcsokoládéba mártott cseresznyét mogyoró krokátba forgatjuk, a tejcsokoládésat színes selyemcukorba, a fehér csokoládés cseresznyét finom mandulában fürdetjük meg. Ez a különleges desszert nem csak mutatós, de nagyon finom is. Most elővesztük a már elkészített kis kosárkákat, és egy karamellizáló pisztoly segítségével megpörköljük őket. Ha már szépen megbarnultak, jöhet a tálalás. Mindegy, a csokoládés cseresznyék megkoronázásaként a tányér közepére helyezzük a kosárkát. Ugye milyen fenséges?
hozzávalók a cseresznyés desszerthez. Pálinkába áztatott cseresznye, étcsokoládé, tejcsokoládé, fehér csokoládé, marcipánrúd, mogyorókrokát, színes selyemcukor, szeletelt mandula. Jó étvágyat kívánok, remélem, hogy kedvet kaptak az ételek elkészítésére. Szeressék egymást, legyenek boldogok, a viszontlátásra! És ha már szó esett az ételekről, nem árt vigyázni, főleg a gombákkal, állítja dr. Mátyus Mária gomba szakértő, aki ezúttal a mérges gombákkal ismerteti megnézőinket. Egy spórás élőlény, mely sokszor kegyetlenebbül képes pusztítani, mint a legveszélyesebb vírus. Ez a mérgező gomba. A Magyarországon honos több száz gombafaj közül mintegy 35 többé-kevésbé mérgező. Köztük is a legveszélyesebb, a gyilkos galóca. 15-40%-os a mérgezettek halálozása, és az összes halálos gombamérgezésnek a 98%-áért a gyilkos galóca a felelős. Ez a gomba könnyen összetéveszthető két másik fajjal is. Fiatal állapotában zárt burokban találhatunk rá, melyet tojásmaradványnak nevezünk. Ez a burok pedig feltűnően hasonlít a pöfetegre, amely viszont ehető. A már kifejlett gyilkos galóca bocskora, tönkje és lemezei is fehérek, és jól látható, hogy van gallérja. A kalap felülete sugarasan szálas, lehetnek rajta apró burokmaradványok, színe zöldes, sárgás, esetleg barnás. Külsőre szinte teljesen megegyezik a nem mérgező tarlógombával. A kép bal oldalán láthatják a gyilkos galócát, a jobb oldalon pedig hasonmását, a tarlógombát. Az egyetlen lényeges különbség köztük az, hogy csak a gyilkos galócának van bocskora. Láthatjuk a gombán, hogy egy jól fejlett bocskora van, ami nem mindig tűnik a gombázók szemében, hiszen ez az avarban bennül, egy kicsit a talajban is, ezért ha valaki késsel elvágja a talaj fölött, akkor bizony ezt már nem fogja látni. A termőhelyük is más. A tarlógomba a füves réteken, kaszálókon terem. A gyilkos galóca leggyakrabban tölgyesekben, ritkábban fenyvesekben fordul elő. Ha ebből a gombából csak egyetlen apró darabka, azaz néhány gram belekerül ételünkbe, ez akár 8-10 ember halálát is okozhatja. De melyik méreg öl? A méreganyagait tekintve a gyilkos galóca 5 toxint tartalmaz. Ebből egy toxin az, amelyik hőlabilis, a másik 4 hőstabilis, vagyis gyakorlatilag sem főzéskor nem bomlik el, sem évek múlva szárítás hatására nem veszít a mérgező hatásából. Ez azt jelenti, hogy a méreganyagokat főzéssel sem tudjuk hatástalanítani. A vese és májsejtek szétesnek, és visszavonhatatlanul károsodnak. A gyilkos galóca mérgezés tünetei közül az első stádium az, ami felhívja a figyelmet arra, hogy nagy valószínűséggel gyilkos galócáról van szó, hiszen 8-24 óra telik el a gomba fogyasztása után, amikor viszont óriási csillapíthatatlan hányingerhányás jelentkezik a betegnél. Ilyenkor a nagy folyadékveszteség miatt gyengeség, fejfájás, ájulás, rossz közérzet lép fel. A második stádium a legveszélyesebb, ugyanis a mérgezett személy panaszai hirtelen elmúlnak, jól érzi magát. Pedig ilyenkor hatnak azok a méreganyagok, amelyek a veseműködés súlyos károsodását okozzák. Általában ekkor vesztik el az orvosok a beteget. A beteg gyakran az első tünetek jelentkezésekor sem menthető már meg. Így csak annak ajánlatos gombát gyűjteni, aki biztosan felismeri a gyilkos galócát.
A nagybányai festőiskola egyik legkiemelkedőbb művésze volt Szőnyi István. Most következő kisfilmünkben a művész lánya Szőnyi Zsuzsa és Prókai Gábor művészettörténész elemzi és méltatja az 1960-ban elhunyt festőművész és grafikus alkotásait. Apámnak egyik legkedvesebb tanítványa volt. Annyira, hogy volt, amikor segített, apámnak már egészségi állapota megromlott, akkor patai freskókkal segített neki, amikor hát magasra kellett menni a festésbe, meg aztán hát különben is, ugye nagyon fárasztó a freskó festés. És úgy tudom, hogy tényleg még segített is, azon kívül hát nagyon szerették egymást. Fontos volt ez a találkozás, és ez a művészi alapállás, magatartás, amit Szőnyi átadott növendékeinek, és amire nagyon érzékeny volt Patai László. Lika Károly azt mondja, hogy Szőnyi volt az, aki a nagybányai festészetet a maga átértékelt módján örökítette tovább, és ebben ezt a megállapítást osztja más művészettörténész is, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen ő a híd, az aranyhíd, a tradíció és a mai világ között. Az ő természetelvűsége, lírai érzékenysége, a színeknek az a finom kezelése és az a kolorit gazdagság részben érkezett Nagybányáról, részben pedig már ő itatta át azzal a finom líraisággal, ami az ő természete volt. Nem feltétlen úgy beszédesek ezek a képek, hogy ezeket el is lehet mondani, hogy mi történik. Ez a kép nagyon jellegzetes, de egyben már az is jellegzetes, hogy kitűnik benne Patai Lászlónak a fantasztikus rajzi felkészültsége, és az a szerkesztés már itt is megjelenik, ami aztán később nagy tablóiban, hogy a figurával együtt az életművet is megmutatja, olyan jellegzetes képeket vonultat itt föl, amelyek jellemzők voltak a Szőnyi életműre, mellesleg itt a kiállításon is látszanak például az esernyősök, vagy a zebegényi temetés, amelyek emblematikus szép munkái Szőnyi mesternek. Amikor ő rám szólt, akkor hiába, akkor nem volt mentség, és oda kellett ülni, vagy állni, például van a kis korsóval, meg a falóval, Zsuzsa a falóval, és hát én ott álltam, úgyhogy lehet is látni a képen, hogy ez a gyerek mindjárt elszalad, hogy már alig bírja, hogy itt, hogy miért kell itt állni ilyen sokáig. És akkor apám elkezdett mesélni. Gondolta, hogy mégis, hogy a gyerek akkor talán nyugton marad, és ez valami olyan hihetetlen, se füle, se farka meséket tudott ottan előállítani, hogy a dömösi vadász mit csinált, meg egész ottani történeteket, ami abszolút nem stimmelt, és én csak így csodálkozom, hogy miről beszél. Hát, hogy ez nem igaz, ez nem lehet igaz. És ez is látszik valahogy, hogy ezen a megütközött kis arcon lehet a képen is látni, hogy teljesen oda voltam, hogy hát ez nem jó mese, ez nem Piroska és a farkas. Az eszménye a reneszánsz volt, és a reneszánszban is Leonardo. Itt állunk ezelőtt a kép előtt, amely egy fantasztikus összegezés és egy olyan pannó, ami felvonultatja az ő számára legfontosabb alakokat, képeket a művészettörténetből. Ez egy hitvallás, ez az poétika is. Ugyanezt a választást megfesti
amikor a magyar képzőművészet történetének az alapjait is egy tablóra sorolja föl. Nem véletlen, hogy a központi helyen, a keretben jelenik meg Szőnyi mester, a másik mestere Baccsai. Az is érdekes, ahogy egy-egy csoportba szervezett bizonyos művész társaságokat. Nem véletlen, hogy hozzá közeleső, itt ebben a bal sarokban vannak a Vásárhelyi iskolának a képviselői, akikkel ugyanúgy gondolkodott. Baccsai mestert említettem, az ő anatómiai oktatása olyan jelentőségű volt, ami miatt már akkor is, de később, amikor ezt Patai mester vette át, sokan jöttek erre a főiskolára, a budapesti főiskolára. Kis film összeállításunknak ezzel a végére értünk, a Kaleidoszkóp legközelebb egy hét múlva jelentkezik itt a Felsőzsolcai Televízió adásában. Viszontlátásra! Üdvözlöm nézőinket! Önök az Innovatívot, az Észak-Magyarországi Régió innovációs magazinját látják. Mai műsorunkban folytatjuk az Ötlettől a haszonig sorozatunkat. Ezúttal nem csak hazai, hanem nemzetközi bejegyzési eljárásokról, valamint vitorlási perekről is hallhatnak. Rövid híreinkben már a fűtési szezonra adunk ötleteket, és beszámolunk az Európai Vállalkozás díjáról is. Tartsanak velünk! A Miskolci Egyetem tanítványai gyakran hallják Váci Mihály szerzeményét rektoruktól, miszerint nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Ha pedig már van egy nagy ötlet, vizsgáljuk meg, mekkora az újdonság értéke, mennyire életszerű, egyedi, sőt, piacképes. Az innovációs lánc az sok-sok lépésből áll. Azt szoktam mondani, hogy mire egy álomból egy felfedezés lesz, az is egy hosszú út, és mire a felfedezésből találmány lesz, vagy akár know-how lesz, tehát egy új termék lesz, vagy egy új gondolat megvalósul, addig is hosszú út vezet. És amíg a találmányból, vagy a felfedezésből termék lesz, az egy másik szintén hosszú út. Ez a hosszú út persze időben lehet rövid is. Arra törekszünk, hogy ezt az utat időben lerövidítsük, de azon az úton végig kell menni mindenkinek. Tehát ahhoz, hogy egy álomból, vagy egy gondolatból felfedezés legyen, ahhoz segíteni kell a fiatalokat. Ugye nagyon sokszor el szoktam mondani, a találmányoknak, az új felfedezéseknek egy jelentős részét a fiatalok valósítják meg. A fiatalok jutnak olyan gondolatra, amelyeket érdemes megvalósítani. A növendékeinek azt szoktam mondani, én mérnököket tanítok, hogy a mérnöki munka egy jelentős része, talán 90%-a is a rutin munka, hiszen olyan gépet kell építeni, amihez hasonló van a világon. Az a ritkább kivétel, amikor valamit fel kell találnia, vagy egy eljárás újat, teljesen újat kell kidolgozni. A feltalálók és kutatók új gondolatainak felismeréséhez, megértéséhez megfelelő környezet szükséges, Patkó Gyula szerint. Az ilyen gondolatokat először be kell fogadni. Ahhoz kell egy olyan egyetem, főiskola, aki képes ennek a befogadására. Kell egy olyan felszereltség az egyetemen, ahol ezeket meg lehet valósítani. Ahogy szokták mondani, az első modelleket, ezeket egy műszaki zsargonnal deszka modelleknek nevezik. Tehát az első modelleket meg lehet alkotni. Aztán, amikor az első modellen látszik az, hogy a gondolat életképes, hogy a gondolattal érdemes tovább foglalkozni, akkor jutunk el a laboratóriumi kísérletek, mérések után egy olyan fázisig, amikor már a prototípust meg lehet építeni. Ehhez természetesen műhelyek kellenek. Ezeket a műhelyeket be kell rendezni, és kiváló szakemberekkel fel kell ruházni. Tehát ahhoz, hogy egy álomból egy felfedezés legyen,
és a felfedezésből a terméknek az első változata megvalósuljon, ahhoz nagyon sok feltételt kell biztosítsunk. Műszaki területen akár 2-3 év szükségeltetik egy gondolat beéréséhez, míg a gyógyszeripar vagy a számítástechnika a leggyorsabban fejlődő iparágnak számít. Ötleteinket ma már könnyen leellenőrizhetjük a világhálón, a Szabadalmi Hivatal elektronikusan elérhető PIBACS adattárában. A keresésben a szabadalmi könyvtárak és az iparkamarák is segíteni tudnak. A legfontosabb talán, hogy tisztában legyünk, milyen iparjogvédelmi engedélyre van szükségünk, és ezek az eljárások mennyi időt vesznek igénybe. A szabadalmi bejelentés a leghosszabb eljárás, éveket is igénybe vehet, míg a használati minta, a formatervezési oltalom vagy a védjegyoltalom megszerzése általában pár hónap. A szabadalmi hivatal rugalmassága szempontjából nagyon lerövidültek az idők, védjegyet akár 3 hónap alatt is lehet szerezni. Oltalmat korábban 2-3 év volt, most a szabadalmi hivatal tájékoztatása szerint ez is sokkal gyorsabb és rugalmasabban oldják meg, tehát 1 éven belül elképzelhető, hogy oltalomképes vagy oltalmat kap az a bejelentés. Tehát ez mindig függ attól, hogy mi a tárgya, milyen hány áruosztályban, szolgáltatásban kéri a védelmet a bejelentő, tehát nagyon sok tényezőtől függ, de amikor már bekerül a hivatalhoz, onnantól kezdve ők diktálják a menetet. Mielőtt ebbe belevág a vállalkozó, van a hivatalnak egy olyan szolgáltatása, hogy csinál egy előzetes védjegyszűrést, ami egy új szolgáltatás, és ez egy díjköteles, de nem kifizethetetlen összegű, hogy mielőtt belevág akár szabadalomba, akár van védjegykutatás, van szabadalmi kutatás, előzetes felmérés arról, hogy van-e értelme, azon túl, hogy itt mi úgy döntöttünk, hogy van, mégis beadni ezeket a kérelmeket. A vállalkozó dönthet úgy, hogy nem csak itthon szerez oltalmat, hanem más országokban is. Ha bárki külföldön szeretne a termékét, vagy akár jó szolgáltatását értékesíteni, akkor célszerű mindig meggondolni, ugye azt, hogy mely országba kívánok én tulajdonképpen piacot nyerni, mert azokat az országokat kell megcélozni a védelemmel. Létezik olyan, hogy nemzetközi bejelentés, amely a LIPO-nál, mint nemzetközi szervezetnél lehet megtenni. Ez mindenképpen szakember szükséges, mert legyen az védjegy, vagy legyen a szabadalom, ezeknek a bejelentésének vannak olyan alaki és egyéb követelményei, amik miatt elutasításra kerülhet, ha nem szakszerűen készítik el. Nem mindegy az, hogy egy-egy terméknevet, vagy egy cégnevet, vagy egy szolgáltatás nevét milyen úgynevezett áru vagy szolgáltatás osztályba védem le. Tehát megvannak, egy úgynevezett 45 áru és szolgáltatás osztály létezik, nemzetközileg, ami minden országban elfogadott, ebből a legmegfelelőbbeket ki kell választani a cég számára, hogy teljes kör legyen a védelme. Uniós tagságunk révén ma már mind a 27 tagállamban egyszerre indíthatjuk el a kérelmünket. Amióta az Európai Unió tagja lettünk, létezik ilyen, hogy Európai Uniós védelem, a védjegynél például. Ez olyan, hogy egyszerre mind a 27 országra megszerezhető a védjegyoltalom. A védjegyoltalomról annyit azért hadd említsek meg, hogy nem csak egyszerűen mint cégnevet, hanem lehet egy térbeli alakzatot, például egy újfajta üdítőitalos dobozt, vagy termékcsomagolást lehet térbeli védjeggyel látni, vagy például érdekességképpen mondom, hogy például egy tulorudit, vagy egy csokoládénak a csomagolását, úgy, ahogyan benne van a maga a termék, természetesen térbeli védjegyként lehet oltalmaztatni. Az előnye tehát az a nemzetközi és a uniós védelmeknek, hogy egyszerre több országra tudjuk egy bejelentéssel megszerezni az oltalmat. A magyar vállalkozások egyébként a külföldi országok közül először az Európai Unió tagállamaiban szerzik meg a nemzetközi oltalmat, állítja Török Antal. Miután én magam is aktívan tevékenykedem, tehát végzek bejelentéseket, a nemzetközi és uniós bejelentéseket, elmondhatom, hogy az uniós bejelentések azok leginkább terjedtek el, miután egyszerre ugye a 27 országra megszerezzük az oltalmat, és ugye nekünk adottak a lehetőségeink az unión belül, a határok átjárhatósága és az uniós szabályok ugye egyezősége miatt könnyebb a tulajdonképpeni kereskedelem is. A külföldi bejegyzés komoly költségekkel jár. Az országtól és a bejelentés bonyolultságától is függ, hány millió forintot kell költenünk egy oltalom megszerzésére.
egy szellemi terméket külföldön védeni, az sokba kerül. Átlagosan azt mondhatom, hogy közel 10 millió forintba kerül, amíg a fontosabb országokban a védettséget megkapja valaki. De azt gondolom, hogy az ország nagyon jól felkészült erre. Működik az országban egy testület, a külföldi szabadalmaztatásokat véleményező bizottság. Én évek óta ennek a bizottságnak az elnöke vagyok. Ez a bizottság megvizsgálja valamennyi beadott szabadalmat abból a szempontból, hogy érdemes-e arra, hogy a magyar kormány komoly pénzeszközöket fordítson ennek a támogatására. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal egy pályázatot gondoz, ezt a pályázatot meghirdeti, és a beadása folyamatos. A kormányzat évente több mint 200 millió forintot fordít arra, hogy segítse a feltalálókat abban, hogy a szellemi terméküket külföldön is védjék. Ez egy nagyon jelentős összeg. Ugyanakkor meg kell nézzük azt, hogy melyek azok a szellemi termékek, melyek azok a gondolatok, amelyek ígéretesek üzleti szempontból is. Nem csak abból a szempontból, hogy újak, hanem ígéretesek abból a szempontból, hogy a megvalósításuk majd hasznot hoz a feltalálónak, a gyártónak és végső soron Magyarországnak. Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy sajnos sok magyar feltaláló külföldön válik elismerté. Nagyon sok magyar gondolat külföldön hasznosul. Nagyon sok tehetséges ember akkor válik híressé vagy világhírűvé, ha elhagyja az országot, és egy iparilag, gazdaságilag fejlett országban települ le, és ott tudja megvalósítani a gondolatait. Ez nem jól van így, és ezt ugye nem csak mi, az Európai Unió is felismerte, hiszen Lisszabonban elhatározták, hogy a tudományos kutatásra és fejlesztésre a mindenkori GDP 3%-át adják ezek az európai országok. Magyarország is kitűzte ezt a feladatot, hiszen azt kell mondjam, hogy ahhoz, hogy a gondolat megvalósuljon, és az előbb erről beszélgettünk, ahhoz nagyon sok feltételt kell biztosítani. És ezek a feltételek, a laboratóriumok, a műhelyek, a fejlesztő kutatóhelyek pénzbe kerülnek. Magyarország szegény ország, és egy iparilag elmaradott ország. Fejlesztenünk kell a lehetőségeinket, fejleszteni kell a gazdaságunkat, az iparunkat, hiszen a új gondolatnak nem vagyunk híján, de azoknak a megvalósítása pénzbe kerül. Hogyha meg tudnánk azt valósítani, amit a kormányzat kitűzött, hogy a jelenlegi 1% helyett nálunk is 3%-os legyen a kutatásra fejlesztésre fordított összeg, akkor úgy vélem, hogy jelentősen tudnánk segíteni azokat a feltalálókat, azokat az innovatív embereket, akik itt ma Magyarországon élnek. Most egy kicsit kényesebb vizekre vezünk. A véletlenül és a szándékosan elkövetett bitorlásokról lesz szó. A bitorlás tulajdonképpen az iparvédelmi jogok tulajdonosainak az engedélye nélküli, szoktuk mondani licencia szerződés nélküli hasznosítást jelenti. Ennek természetesen ugye amennyi iparvédelmi forma van, annyiféle bitorlásról beszélünk. Gyakorlatban a véletlenül megtörténő bitorlás az nagyon ritka, inkább a szándékos fordul elő, mert a mások által megszerzett jogok, amik elég költségesek, ezeket igyekeznek sokan ugye megspórolni. Na most a vállalkozások vezetői és a vállalkozók általában nem gondolnak arra, hogy az iparvédelmi jogoknak az eszközeit, ugye ha megsértik, például azzal is, hogyha behoznak külföldről valami fajta árut, és nem tudják igazolni a licencia jogosútól a hozzájáruló nyilatkozatot. Ez a VPOP általi ellenőrzések során ez eléggé gyakori, célszerű előzetesen tájékozódni, hogy olyan terméket hozunk be, ami itt Magyarországon más jogait nem sérti. Önmagában a vitorlás, ez összefügg a zárukamis megjelölésével, amiben azt is jelenti, hogy tulajdonképpen
az áru maga nem is az eredeti jogosultól származik, hanem hamisított áru, és azon elhelyezik az adott esetben a védjegyet, a megjelölést, és ebből kifolyólag történik meg az áru hamis megjelölése. A vállalkozásoknak fontos lenne a területileg illetékes iparkamaráknál lévő szakemberek tanácsadását igénybe venni, ha oltalmukkal kapcsolatban kérdés merül fel. Leggyakrabban egyébként a védjegy kapcsán követnek el vitorlást, a hamisított ruhamárkák lefoglalása szinte mindennapos. A legtöbb vitorlás a védjeggyel kapcsolatos, mert a szabadalom az, mint a terméknek magának, mint műszaki megoldásnak a vitorlása, az ritkábban fordul elő. Ugyanakkor előszeretettel használják a csomagolásokon, termékeken azokat a márkás megjelöléseket, amik természetesen hatással vannak a fogyasztókra. Fogyasztók előszeretettel vásárolják, ami egy jó hírnevű, és ráadásul hogy olcsóbban megkapják, mint egy márka boltban. Például Törökországból hoztak be édességeket, nem is olyan régen. Mindannyiunk előtt ismeretes a Dupló csokoládé, mint ilyen. Ezt szinte teljesen azonos kivitelben, csomagolásban, csak express felirattal produkálta a török cég. A következmények nem csak kártérítésben értendőek, mivel az elkövetők szabadságvesztéssel is büntethetők. A büntetési tételek 100 000 forint értékig, ezek szabálysértési eljárás alá vonatkoznak, ezek az áru értékének megfelelően. A szakértőnek az is a dolga, hogy a hamis árut, illetve az elkobzott áruknak az értékét megállapítsa, amelyik alapján ugye eldöntésre kerülhet, hogy ez szabálysértés vagy már bűncselekmény. Tehát 100 000 forint felett már bűncselekmény, és hát azért eléggé komoly börtönbüntetések vannak, attól függ a szándékosság, fennáll-e, rábizonyítható-e az ügyfélre, de itt akár 8 éves börtönbüntetést is kiszabhatnak, de itt rögtön mindjárt engedje meg, hogy hozzáfűzzem azt, hogy én meg nem hallottam, hogy valakit 2 évre ítéltek volna ezért. Adott egy vállalkozás, amely több díjat söpört már be, újdonságait pedig kutatóintézetekkel együtt fejleszti ki. Az iparjogvédelmi bejelentésekről azonban kezd lemondani. A fejlesztési folyamatok bemutatása mellett okok és tények következnek. Magazinunkban már többször hallhattak arról a statisztikáról, miszerint Észak-Magyarországon 1 millió lakosra mindössze 0,8 szabadalom jut. Az Európai Unió átlaga, nem tévedés, ennek több mint 130-szorosa. Ez az adat vélhetően azzal magyarázható, hogy a régióbeli vállalkozások költségesnek, túlzott adminisztrációval járónak ítélik meg az eljárást, nem beszélve a konkurencia leleményességéről. Hasonlóan vélekedik a CH Zrt. Vezérigazgatója is. A cég 1989-ben jött létre, megvalósított ötleteiket jutalmazták már magyar termék nagydíjjal és családbarát munkahely címet is kaptak. Elég korán felismertük már azt, hogy alapvetően nem alapanyag szinten kell tudni beszállítani bármelyik vevőnknek, hanem minél jobban feldolgozott termékek előállítására kell helyezni a hangsúlyt. Először alkatrészeket, majd utána részegységeket kezdtünk el gyártani. Ehhez nagyon sok fejlesztésre volt szükség, mind az alapanyag tekintetében, mind pedig a gépek tekintetében. De tulajdonképpen ezek a beruházások meghozták olyan tekintetben a hasznukat, hogy a mai napon szinte már nagyon minimális az a termékkör, amit alapanyag szinten szállítunk be, nem pedig valamelyik feldolgozott termékét. Az elmúlt időben nagyon sok olyan termékünk volt, amelyet valamely vásáron díjjal ismertek el. Talán a leglátványosabb és a hétköznapi emberekhez legközelebb álló az a hűtőgépipar számára gyártott hűtőgépbe rakható rácsok, illetve a fagyasztóládákba a kosarak gyártása, amely 2 évben is magyar termék nagydíjas lett. Mostanság nem nagyon volt olyan termékünk, illetve nem volt olyan termékünk, amely szabadalommal védett termék lett volna. Régebben több olyan termékünk futott, amely szabadalommal levédett termék volt. Hát általánosságban azért elmondható, hogy nagyon hosszú az átfutási ideje annak, amíg révbe ér az ember egy szabadalmaztatási folyamat kapcsán, illetve nagyon sok az olyan kis kapu, úgy mondom, amivel egy-egy szabadalmi terméket azt félre lehet állítani, és egy hasonló terméket más néven, más dizájnnal esetleg ki lehet hozni.
A vállalkozás az autóipar beszállítója, ahol folyamatos elvárás az innováció. Az egyszerűbb termékek továbbfejlesztése csupán néhány hónap, de van olyan termékkör, amelyet több évnyi kutató munka előz meg, ezekhez külső segítséget kérnek. Egy termékük legkésőbb 5 év elteltével teljesen megújul, vagy igen jelentős fejlesztésen megy keresztül. Az új terméknek tulajdonképpen ketté kell bontani, két kategóriája van. Van egy már meglévő terméket, amikor tovább fejlesztünk. Ez általában költség, takarékossági szempontból, illetve használhatóság szempontjából jelentkezik, ami azt jelenti, hogy mondjuk már egy meglévő alapanyag helyett egy sokkal tartósabbat, vagy egy sokkal gazdaságosabb alapanyagot dolgozunk ki. Ez tulajdonképpen általában egyetemi együttműködéssel szokott történni, ami úgymond kutatóink, mérnökeink az egyetem segítségével kifejlesztenek egy-egy új anyagot. A másik része az új termékeknek, amikor teljesen új termékről beszélünk, ez általában piaci igényekből indul ki. A piac elvárásainak pontos felmérése, az alapos piackutatás új termékek ötletét indíthatja el a cégnél, amely vagy egy már meglévő termék továbbfejlesztését, vagy a termékpaletta bővítését jelenti. Az előkészítést vagy a saját csapatuk dolgozza ki, vagy külső segítséget kérnek kutatóintézetektől, egyetemektől. Amikor itt történik a gyárthatósági vizsgálat, akkor a meglévő mérnökgárda tulajdonképpen felméri azt, hogy hogy lehet ezt megoldani gazdaságosan, milyen technológia szükséges, esetleg milyen berendezések szükségesek, vagy a meglévőkkel gyárthatók ezek a termékek, milyen új technológiai erőforrások szükségesek. Ez alapján egy ilyen mintagyártást, egy nullszériát készítenek el, amely vevő jóváhagyás után elkezdődik a sorozatgyártás. Amennyiben külső segítséget veszünk igénybe, az azért bonyolultabb, és azt már azoknál a termékeknél szoktuk igénybe venni, amit itt saját házon belül nem tudunk megoldani. Jelen pillanatban is vannak olyan pályázataink különböző alapítványokkal, ahol egy teljesen más ágazat felé szeretnénk elindulni, és itt az ő tapasztalataikra támaszkodva próbálunk együttműködve egy olyan terméket kialakítani, amely még itt Magyarországon nem került gyártásra. Az ötlettől tehát hosszú folyamat vezet el a megvalósításig, a profit mértékét pedig több tényező befolyásolhatja. Hogy komoly profitot lehessen elérni egy termék, ez általában egyedi termékekre vonatkozik, tehát ilyen speciális termékekre, ahol a hozzáadott értéket fizeti meg tulajdonképpen a vevő. Ez termék bonyolultságától függ, hát már azért a sorozatgyártást jócskán el kell kezdeni, illetve jócskán a sorozatgyártásba kell járni, amikor úgy lehet már számolni, hogy valami hasznot is hoz tulajdonképpen a termék. Rövid híreinkben immár a 4. alkalommal meghirdetett európai vállalkozás díjáról, valamint a fűtési szezonra gondolva a fűtési rendszer korszerűsítésével foglalkozunk. Idén is meghirdetik az Európai Unió 27 tagállamának, valamint Izlandnak, Norvégiának és Törökországnak az európai vállalkozás díját. 4 évvel ezelőtt az Európai Bizottság azért indította el a pályázatot, hogy a vállalkozások, a szakmai szövetségek, sőt akár az oktatási intézmények bemutathassák legjobb vállalkozásfejlesztési gyakorlataikat. Ezért a díj célkitűzései között nagy hangsúllyal szerepel az, hogy a pályázat egy olyan témát kér a pályázóktól, amelynek keretében a vállalkozói tevékenységet előmozdító sikeres fejlesztési elképzelések, projektek jelennek meg, bemutatják a vállalkozások a legjobb fejlesztési elképzeléseiket, gyakorlataikat, és megismertetik a versenyben lévő országokkal, és a díjnak tulajdonképpen jelentős, szignifikáns célkitűzése a vállalkozói kedv és a vállalkozóvá válás ösztönzése, a vállalkozói szellem erősítése. Magyarország évek óta jól szerepel az európai fordulóban. 2007-ben a Széchenyi Kártya programot jutalmazták oklevéllel, míg tavaly a Miskolc Holding ZRT antibürokrácia projektje 350 vállalkozás közül bizonyult elsőnek a bürokrácia visszaszorítása díjkategóriában. Idén 5 kategóriában lehet nevezni.
A vállalkozói szellem támogatása díjra, a befektetés a szakértelembe díjra, az üzleti környezet fejlesztése díjra, a vállalkozások nemzetközi működésének támogatása díjra, valamint a felelős és felelősségteljes vállalkozás díjára. A cégek és intézmények olyan projekttel is nevezhetnek, amely nem idén, hanem az elmúlt 2 évben valósult meg. A pályázatokat a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium honlapjáról letölthető nevezési lap kitöltésével szeptember 30-áig lehet benyújtani. Ha lakásunkat kívülről már leszigeteltük, nyílászáróinkat kicseréltük, és még a tél előtt tökéletesíteni szeretnénk otthonunk hőgazdálkodását, akkor a fűtésrendszer korszerűsítése sem maradhat el. A távfűtéses lakások egycsöves fűtési rendszerének hőfokszabályozása mai világunkban túlontúl pazarló, ezért már a magyar szakemberek is a probléma megoldásán dolgoznak. A Bajlogi Energetikai Osztálya a Miskolci Egyetemmel karöltve pályázat keretében egycsöves távfűtési rendszerhez fejlesztett elektronikus hőfokszabályozó berendezést. A régebbi típusú átkötő szakaszok szelepeit egy nagyon szűk tartományra lehet csak méretezni, és egy szűk tartományba tud szabályozni. Mi arra gondoltunk, hogy lehessen azt a funkciót is, hogy teljesen kizárom a radiátort, és teljesen rá tudjam nyitni a teljes funkciót. Tehát egy nagyon széles tartományú szabályozást teszek lehetővé. A másik történet a szelepen túl az érzékelés. Ugye az a érzékelő, ami a termosztatikus szelepeknél van, az magában a szelep környezetében van, emiatt a radiátorhoz is közel van, és ha netalántán függöny, egyéb nem megfelelő telepítés van, akkor nem arra a hőmérsékletre fogja beszabályozni a radiátor teljesítményt, ami az igény. Ezért mi azt mondtuk, hogy legyen egy elektronikus egységünk. Az egycsöves fűtési rendszer ilyenfajta modernizációja költségtakarékos felújítási megoldás, ráadásul a felszerelési idő is rövid, a meglévő radiátorokat pedig le sem kell cserélni, és még a környezetünket is jobban óvjuk. Ennyi fért mai műsorunkba. Továbbra is várjuk olyan vállalkozások jelentkezését, akik szívesen megosztanák történetüket egy-egy megvalósított ötlet kapcsán. Elérhetőségeinket a képernyő alján már láthatják. Viszontlátásra! A Zsolca TV mai adásának ezzel a végére értünk. A műsor ismétlésének időpontját megtalálják képújság oldalainkon. Friss híreket az országról és a világról, benne pedig Felső Zsolcáról. Televíziónk internetes weboldalán a www.zsolcatv.hu-n olvashatnak. Itt ajánlom figyelmükbe a Zsolcai Hírmondó legújabb számát, melyben egyebek mellett vajdasági kultúrtörténeti barangolásra és felvidéki látogatásra invitáljuk olvasóinkat. Keressék a 2200 példányban megjelenő Zsolcai Hírmondót postaládájukban. A műsort készítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!